Sziasztok! Egy újabb videóval jelentkezem, amelyben a hangsávot szeretném tovább bemutatni, hogyan tudjátok könnyen szerkeszteni a videótok hangját, amennyiben szeretnétek. Beúsztam egy rövid 5 másodperces videót, ami így hangzik, semmi nincs még beállítva, csak ahogy behúztam a videót. Legelőször is azt szeretném bemutatni, hogyan tudjátok a videótok hangját normalizálni, hogy ne legyen túl hangos és túl halk sem. Úgy tudjátok könnyen megtenni, jobb gombbal rákattintunk a hangságra, kiválasztjuk a normalizál audio level. Felugrik ez a kis ablak nekünk, itt nem tudjuk váltani a hangszintünket, hogy mennyire legyen be lenormalizálva. Általában mínusz 5 decibelt szoktak beállítani. És akkor így néz ki. De ha valakinek ez nem felelne meg, akkor mutatom tovább. Lenyitok ezt a csapatot, és itt vannak további lehetőségek. A Netflix hangjára, trúpakra is lehet állítani, hogy még lejjebb veszi a hangot, hogy középre állítja a hangot. Nagyon szimpatikus a Netflix. Arra is be tudja állítani. Vagy éppen amelyiket kiválasztja magának, mindenki kipróbálhatja, és amelyik éppen tetszik neki, vagy szeretné, azt könnyen be tudja magára állítani. Visszaálltam a lapra, visszalépek. Egy további lehetőségeket szeretnék megmutatni nektek. Most azt szeretném megmutatni, hogyan tudjuk a hangsávunkat tovább szerkeszteni, ha csak egy bizonyos hangot szeretnénk vagy ki jobban kiemelni, illetve halkítani. Úgy tudjuk megtenni könnyen. Leteszünk egy keyframe-et az a helyére és a végére. Keyframe-et az argum lenyomásával tudjuk letenni, ahova szeretnénk. Így tudjuk szerkeszteni tovább a hangunkat, lejjebb, illetve feljebb emeljük. Ha szeretnénk, csak egyetlen pillanatnyi hangot is meg tudunk itt szerkeszteni. Mutatom oda. Most akkor itt hallatszik. Ezt annyiszor tudjuk megcsinálni, ahányszor szeretnénk. A további keyframe-eket teszünk le, tovább tudjuk szerkeszteni azt is. Szeretnék még tovább menni, hogyan tudjátok még szerkeszteni. Megnyitjuk jobb alsó ablakot, itt is tudjátok, itt is tudtok keyframe-et letenni, ha szeretnétek. Itt is kedvedek szerint szerkesztetek, ahogy szeretnétek. Tudjátok a hangotokat tovább variálni, szerkeszteni, ahogyan szeretnétek. És ha szeretnétek, akár egyetlen hangszintet is ki tudtok emelni, illetve tudtok változtatni ezzel a módszerrel. Remélem tetszett a videó, ha igen, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok, találkozunk gyakorlatilag.